Az idén immár negyedik alkalommal rendezték meg Toronto egyik legjelentősebb jazz fesztiválját, a Kensington Marketen. A háromnapos rendkívül színes és élvezetes zenei választékot kínáló eseménysorozat magyar jelentőséggel is rendelkezik. Tam Mihalik üzletében, mely ezen alkalommal koncertteremmé alakult, rangosabbnál rangosabb fellépők szerepeltek. Több száz néző láthatta és élvezhette a fellépők kitűnő játékát a három nap alatt. A zárónap sztár előadó, a szintén magyar származású és Észak-Amerika egyik legkiválóbb jazz zongoristája Robi Botos volt. Az esemény végén interjút kértünk Robi Botostól és Tam Mihaliktól. Mióta jársz ide a Kensington Marketre, és hogy jött ez a Tommal a kapcsolat? Erről mesélne egy pár szót. Hát elég régen, azt hiszem a fesztivál 4 éve megy körülbelül, de a Tomit már ismerem hosszú évek óta. Nem sokkal érkezésem után volt szerencsém megismerkedni vele, aztán játszottam is a Tominak ilyen privát alkalmakra. Rövid idővel azután, hogy ide érkeztem, egyértelmű volt, hogy itt szeretnék élni. És hát az nagyon kemény időszak volt az eleje, de elég gyorsan ahhoz képest a dolgok kialakultak. A zene az hát egy nagyon fontos dolog egy olyan embernek, mint én, aki végül is úgy nőtt föl, hogy állandóan a zenébe menekült, a zene volt, mindig körülöttem volt. És hát emellett tanítok a Hamburg College-on. Aztán sok felvétel, meg mindenféle. Hát egy zenésznek a mai világban leginkább mindenféle dolgokat kell. Nem tudsz csak egy dolgot csinálni annak. Sajnos annak az életnek már vége. És Tom, tőled szeretnék kérdezni, hogy azt tudom, hogy nagyon szereted támogatni a kultúrát, minden is. Hogy ismerkedtél meg a Robival? Én énekesnek készültem. Az élet meg nem áll, a nyár és a szerelem nem tart soká. Hát szerbusz szerelem, én csókolom, goodbye. Ez nagyon könnyű volt. Amikor Robit meghallottam játszani, megismerkedtem a családját, ez ők zsenik. És ezt nem én mondom, amikor a Robi Botos föllép az üzletembe, akkor emberek százával jönnek. Itt volt legalább 300-400 ember az üzletünkben máma, hogy a Robit meghallgassák 5-6-ig. 12 legnagyobb kanadai zongorista föllépett ma este, vagy máma, és annyi ember, amit a Robi meghallgatta, az összesen nem volt. A Robi az egy superstar, és ezt nem én mondom, olyan emberek, akik benne vannak a szakmában, mondják, hogy a Robi az egy szuper sztár, ez egy világklasszis. Én itt a Spadina-n nevelkedtem, nagyon sok magyar étterem volt. 1968-ban kijött a horvát Jenő, és a Pátria nevezetű étterembe lépett föl. A Spadina-n és a Kensingtonon piacon és a környékén mindig volt zene. A magyarok összetartottak, szórakoztak, mulattak, szerették a jó zenét. Itt van a Robi, szenzációs zenét játszik, az egész családja zenész, kitűnő emberek, nagyon szerencsések vagyunk. Robi, köszönök szépen neked mindent, és nagyon büszke vagyok arra, hogy egy magyar fiú, és fogom őtet tanítani énekelni. Kéne egy közös duette, valamit csináltok, egy közös estet. Szerintem ennek az lesz a vége. Az élet meg nem áll, a nyár és a szerelem nem tart soká. Hát ezt a számot másképp, mert a horvát Jenő írta, amikor itt volt Torontóban. Szerelmes lett a horvát Jenő, és ezt a számot írta itt Torontóban, hogy az élet meg nem áll. Nyár és a szerelem nem tart soká. És a Robival beszéltünk, hogy fogunk egy olyan lemezt. Én nem tudom elmondani, hogy mennyire szeretem a horvát Jenő kompozíciókat, meg más zeneszerzőknek, régi, meg újabb magyar zeneszerzőknek, és ha erre van közönség és lehetőség, akkor semmiféle, tehát mindenképpen szeretném, nagyon-nagyon szeretnék ilyeneket fölvenni, vagy részt venni benne, mert szerintem valamennyi legszebb szerzemény, amiket a magyarok írtak, tehát nincs szebb zene attól, nekem legalábbis. Robikám, a hónap az üzletet át fogom adni, és lemezeket fogunk gyártani. Köszönöm, köszönöm. Vége. Neked is véged, meg neked is. Soha, soha. Ilyen hanga. Köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük.